Szervusztok, ez a Hetek Podcast sorozatának a legújabb adása. Novák András, haditudósító barátom, a vendégünk. Szervusz, András! Szervusz, Peti, köszönöm a meghívást, és szeretném mondani, hogy a múltkori podcast után, amit Afganisztán után csináltunk, nagyon sokan üzentek, hogy hallgattak minket, vagy hallottak minket itt a Hetek podcastjében. Tök menő volt, nagyon örültem neki, köszönöm szépen. Mi is köszönjük, én is hasonlókat hallottam. De ha már említed ezt a körülbelül fél évvel ezelőtti beszélgetésünket, akkor hadd kezdjem ezzel, hogy te haditudósítóként, aki Kabulban jártál, Kabul környéken jártál, legutóbb bár lehet, hogy közben máshol is megfordultál, gondoltad azt valaha is, hogy a soron következő haditudósítást innen a szomszédból, a magyar határ mellől kell adnod? Annyira szürreális, hogy már irreális. Tehát már nem is találok rá olyan szavakat, olyan szuperlatívusokat, elképzelhetetlen volt. Tehát, hogy az az Európa, amelyik megsínlette az első meg a második világháborút, és ha nem is a mi, de a nagyszüleink emlékezetében ez anekdóta mindenkinek a családjában, hogy csak háborút ne, ez annyira hihetetlen, hogy nem is találok rá szavakat. És közben pedig ott van az, hogy nem figyelünk oda ezekre a nagy hatalmakra, mert ráadásul esélyünk sincs, hogy beleszóljunk, mert annyira kis ország vagyunk. Ugye tudósítóként csak jövünk, megyünk a világban, de közben meg nem tudunk beleszólni, hogy hogyan látja Amerika, milyen érdekei vannak Amerikának, amikor ezeket elkezdi, vagy éppen Putyin hogyan reagál különböző tételekre. Lásd akkor, amikor bevezették az ukránok a nyelvtörvényt, ami szintén kiakadt Putyin. Most, hogy visszanézzünk néhány napra, hogy a háború 5. napján beszélgetünk, az ott élőkkel, amikor találkoztál, akkor ők mit mondtak? Mennyire érte őket derültékből villámcsapásként ez a katonai konfliktussá élesedő, vagy háborúvá élesedő helyzet? Hiszen azért ők ott benne éltek hónapok óta, vagy évek óta egy helyzetben, amiben benne volt a feszültség, de mindig is, ahogy mondtad is, úgy gondoltunk rá, hogy ez nem eszkalálódhat egy háborúval. Mi volt az ő benyomásuk, akikkel találkoztál, amikor kiértél? Megmondom őszintén, hogy a Kárpátalján forgattam az ottani magyarokkal, és hogy mondjam azt, hogy ők nem ezt a feszültséget látták, ők nem erről a feszültségről beszéltek, hogy van a nagy orosz medve, és valamikor lerohanja, vagy lerohanhatja Ukrajnát. Ezek a magyarok egyszerűen a létezésükért küzdenek, és azért küzdenek, hogy hogyan kapnak útlevelet, meg hogy kijöjjenek az ukrán vezetéssel. Szóval egészen más. Úgy kell elképzelni Kárpátalját, hogy Ukrajnában ez az egyik legszegényebb régió. És nagyon nem favorizálják, és nagyon nem nézik sokra, vagy nem tartják sokra a magyarokat. És mindennapos konfliktusok vannak. Volt olyan magyar köztisztviselő, és direkt kérte, hogy a nevét nem mondjam el, hogy az elmúlt években többször vegzálta az ukrán belbiztonsági szolgálat, hogy miért csináltatott magyar útlevelet, van-e neki. Szétszették a kocsiját, átkutatták. Tehát ilyen napi problémákkal küzdenek a magyarok. És amikor magának, Ukrajnának a nagy politikában való szerepét kérdeztem, akkor ez, hogy is mondjam, idézőjelben nekik ez eltörpül amellett, hogy mindennapos milyen nehézségeik vannak. Tehát a magyaroknak ez egy egészen másképp látják ezt a történetet Kárpátalján, és talán másképp is látszik, oda kell menni, és el kell velük beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ez a legjobb tapasztalás, hogy mi is történik, meg mire kell odafigyelni az ő életükben. A nagy politikában én is, aki azt gondolom, hogy tájékozott vagyok, meg azért tényleg rendszeresen, tehát napi rendszerességgel elég sok médiumot elolvasok, és megnézem, hogy mi van. Én soha nem gondoltam volna, hogy eddig eszkalálódik, már csak azért is, mert Oroszország elég sok büntetést kapott a Krím-félsziget annektálása után is. Na, mindegy, szóval érdekes, hogy most sem tudták visszatántorítani Putyint. Kicsit olyan, mint ez, hogy szóval nagyon biztás ez a dolog, annyit hagy mondjak el az elején, hogy akármi van, a németek jelenleg orosz gázzal fűtenek a minden második háztartásban. És már 500-szor mondták, hogy nem, a gázszállításban nincsen probléma. De mennyire hiteles az a
az a fenyegetés vagy szankció, amelyben közben a másik félnél meg ott a gázcsap, amivel elzárhatja, hogy az egész ország nem fűt. Szóval nagyon furcsa ez a szituáció. Igen, igen, és furcsa ennek a fényében az is, hogy közben halljuk, hogy Németország a II. Világháborúta először most egy 100 milliárd eurós fegyverkezési csomagot fogadott el, tehát lehet, hogy ez is talán keresztül húzta az orosz elnök számítását, hogy Németország mégsem fékezte meg NATO-t, Európát, de ha visszatérünk a nagy politikából a Kárpátaljára, akik ott élnek, akik a magyarok, mi az, amit ők leginkább várnának anyaországtól, Magyarországtól, tőlünk segítséget? Olyan összetett ez az ügy, és annyira bonyolult. Vegyük a beregszászi példát. 25 ezeren laktak Beregszászon, nagy többség magyar. A háború kezdete óta az első 4 napban, ugye én ma hajnalban jöttem el, 12-13 ezer magyar már átmenekült Magyarországra. Ők nem menekültként jöttek Magyarországra. A jó hír az, hogy a nagy többségüknek van magyar papírja, a magyar útlevele, ezért is jöhettek simán, még akkor is, hogyha katonakorúak. És szinte mindenki azt mondta, most nem arról van, hogy mind a 13 ezeret megkérdeztem, de egyhangulag mondták, hogy mindenkinek van ismerőse, barátja, rokona, akihez jön. Viszont nagyon sokan azt mondták, ha már átjönnek Magyarországra, akkor munkát keresnek, hiszen nem tudják, hogy mikor mennek vissza. Lehet azt mondani, hogy akkor számukra, most kis túlzással, a kettős állampolgárság lehetősége az egy életmentés? Vagy a biztonságot jelentett? Ezt én mondtam is több tudósításban is, hogy a kettős állampolgárság bevezetése ezek életét mentette meg. Hogy nem vitték be, és mondjuk nem Ogyesszában van a fronton a magyar fiú, vagy a magyar apuka. Ez exaktul így ki lehet állítani. Azt gondolom, hogy a rossz hír az egészben az, hogy nagyon sokan jönnek ki ebből, és elkezdték felvásárolni a házakat, a telkeket. Úgy képzeld el, hogy egy kis ház telekkel 20 és 30 ezer euró. Tehát magyarul 10 millió forintért, és simán készpénzbe ki tudják fizetni. És arra gondolnak a kieviek, hogy itt az ország békés, Ukrajna nyugati részében, a békés részében kihúzzák a háborút, 1-2-3 év már megvették ezt a telket, és valószínűleg vissza már nem fogják adni. Azok a magyarok, akik pedig elmentek, vagy eladták, nagy valószínűséggel nem fognak visszamenni, nagyon sokan már csak a nagymamátok, a nagypapát adták ott, mondjuk aki vigyáz a házra, és majd maximum visszajárnak látogatni. Tehát az egészben nagyon-nagyon szomorú, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy hát így Kárpátaljának nem sok jót jósolok hosszú távon, hiszen nagyon sokan átjöttek, a háború miatt most még többen átjöttek, egyébként hihetetlenül nehéz helyzetben vannak. A polgármester mesélte, hogy magának az önkormányzatnak, képzeld el, nincsen már vízvezetékszerelője, nincs villanyszerelő, nincs sofőr. Mindenki Magyarországon dolgozik. Tehát ez a tendencia, hogy a kisebbség egyre jobban szűkül, ezt meghatványozta a háború. Mert ugye van hova jönniük az anyaországba, de úgy, mint hogy kárpátaljai magyarok, eleve nagyon kevesen voltak, 150 ezeren. Hát azt mondják, hogy ennek már a fele is alig lehet, és most ugye nagyon sokan átjöttek Magyarországra. Szóval nagyon szomorú ez a történet. Persze, csomóan maradtak még, tehát több ezeren vannak, de azt látni kell, hogy nagyon rossz volt a viszony az ukránokkal. És ugye ezt most nagyon nehéz ilyen kontextusban elmondani, amikor Ukrajnát támadják, Ukrajnát bombázzák, mert ha felülről nézem, vagy ilyen ernyőszerűen a nagy politikát, akkor van a szegény Ukrajna, a kicsi Ukrajna, meg van a nagy orosz medve, és csak két példa, az ukrán tankok száma 1500, az orosz tankok száma 15 ezer. Ilyenkor az ember automatikusan ugye a kicsi mellé állna, hogy kívülről, hogy hát ugye szegények. Na de közben meg ott van a magyarok, akikkel meg rettentően kiszúrt az ukrán vezetés. Gondoljunk a kisebbségi törvényre, az oktatási törvényre, a nyelvtörvényre. Szóval nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltak, és amikor a magyarokkal beszéltem, és direkt név nélkül mondom, azt mondták, hogy ezért a kormányért menjünk meghalni. Aki el akarta venni a kultúránkat, el akarta venni a nyelvünket, stb. Persze valaki mondhatná, de hát a hazádért. Hát igen, nagyon összetett kérdés, és nagyon nehéz kérdés, Peti. Ezt azért
elmondani, de oda kell menni, és el kell velük beszélgetni, hogy érezzük azt, hogy mi történik most ott. És én azt gondolom, hogy nekünk az, hogy mi lesz Ukrajnával, az egy dolog. Nem tudjuk befolyásolni, hogy mi lesz a magyarokkal, az viszont szerintem kulcskérdés. Nem tudom, mennyire értesz egyet, hogy így látod. Igen, én még amit egy-két perccel ezelőtt mondtál, azt próbálom megemészteni, hogy létezhet az, hogy egy háborús helyzetben spekulánsok érkeznek egy szerencsétlen térségbe, akik ugye két oldalról is szorításban vannak a magyar lakta területeken, és kihasználva ezt a helyzetet fölvásárolják a házaikat, ez egészen döbbenetes. És talán nem, ezt az oldalát nem is ismerjük itt mi helyben. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy akik jönnek, akik átjönnek, azokat itt és a határnak a innenső oldalán is úgy láttam, hogy forgattál, és tehát ahogyan fogadják őket, a szeretettel, barátsággal, befogadással, van egy összefogás országos méretekben az ő megsegítésükre. Ezzel kapcsolatban mit tapasztaltál? Igen, ketté kell választani. Azt hiszem, hogy Magyarország most egészen jól vizsgázik. A érdekes kontrasztot állítani a migrációs válsággal, mert ugye itt háború elől jönnek az emberek, de az első biztonságos ország az Magyarország. Ugye itt az illegális migráció kapcsán volt, aki összehasonlított. Tehát a legnagyobb különbség az, hogy aki mondjuk Iránból jön, és azt mondja, hogy háború elől menekül, egy Iránban nincs háború, kettő azóta átjött 9 országon. Tehát ha ő békét vagy biztonságban akar lenni, bármelyik 9 országban megállhatott volna. Itt viszont mi vagyunk az első biztonságos ország. Egy. Kettő. A magyarok azt mondták, hogy ugye ők nem a menekült kategória. A magyarok félig meddig hazajönnek, meg amit is mondtam az előbb, hogy ismerősök, barátok befogadják őket, őnek a nyelv miatt könnyen tudnak elhelyezkedni, ráadásul munkaerőhiányban. Tehát valószínű ők így vannak. A többi menekült, tehát nagyon sokan jönnek ugye most már Kijevből, és most már hát olyan 80-90 ezernél járunk így az ötödik napon, akik Magyarország felé jöttek, de azért azt tudja, hogy összesen most már olyan 5 és 600 ezer között van azoknak a szám, akik elhagyták Ukrajnát. Hihetetlen nagy szám, tehát majdnem napi 100 ezer ember. Nagyon a legtöbben Lengyelország felé mennek, mert a Kijevből a nyugatra vezető autópálya nyílegyenesen arra tart, és ugye a déli harcokhoz pedig legközelebb Moldávia van, illetve Románia, tehát Romániában már többen mentek, mint Magyarországra. A legkevesebben Szlovákiába is, ugye ennyien jöttek Magyarországra, de köztük ugye ott vannak a magyarok. Tehát választjuk szét, a magyarokat nem tekinteném menekültnek. Nem azt mondom, hogy hazajönnek, de hát ugye ez élő kapcsolat van a Nyugat-Ukrajna és Magyarország között. A többiek viszont menekültek, én azt gondolom, hogy Magyarország egyelőre jól vizsgázott, tehát jól csinálunk mindent. Voltak hiénák, tehát azt többször hallottam, hogy lehúzták őket. Elvittünk a nyugatiba, a gyere ülj be a kocsiba, beültették, azt a végén itt közölték velük, hogy akkor 100 000 forintot létszős perkálj ki. Én azt mondtam nekik, nagyon sokan álltak a sorba a konzulátusnál útlevélért, hogy abban a másodpercben, ha ilyet hallanak, hívjanak rendőrt, és mondják, hogy határon kívüli magyarok is a izé elől jöttek, a háború elől menekülnek, és hívják oda a rendőrt, és biztos, hogy nem kell kifizetni 100 000 forintot, tehát ez vérlázító. Ráadásul egy csomóan ajánlották fel önkéntesek, hogy segítenek. Csak mondok egy példát, felhívott egy gyógyszerész hölgy, az ATV-n keresztül jelentkezett, hogy van nekik egy Facebook csoportjuk, 2500 gyógyszerész és gyógyszerész asszisztens, összeszedték a legfontosabb olyan gyógyszereket, amelyek csak vénykötelesek. De hogy ezt nem lehet csak úgy simán odaadni, mert ugye vényköteles gyógyszerek, de szeretnének segíteni. Összehoztam őket az egyik segélytervezettel, ismered a Béláikat, pont a baptisták, éppen ment, kivitték ki, és azt mondták, hogy nagyon-nagyon szívesen segítenek, tehát nagyon példátlan az összefogás, hogy gondolj bele 2500 gyógyszer, mi mennyiségi gyógyszer tudott összeszedni, én azt hiszem pont a napokban intézik a kihozatal, de ugye ott van az összes segélytervezet, az ökumenikusok, a máltai, kigyülekezett a segélyszervezettel, hisz is a frontvonalban van. Tök jó, szóval akkor én azt gondolom, hogy ez maga az ország jól vizsgázik. Nagyon sokan felajánlották, hogy ingyen elviszik őket. Van olyan, most olvastam egy cikket, valaki felent nál és aludhatnak egy csomóan. Tehát ez azt hiszem, hogy Magyarország ügyesen összefogott. A rossz híreket a beszélgetésünk elején mondtam el, hogy Kárpátalja, én azt gondolom, hogy nagyon, hát
így is nagyon csökken a létszám, de ez most meghatványozta ez a háború. És ugye még egyszer mondom, sokkal jobban érdekel engem, hogy mi lesz a magyarokkal. Azt hiszem, hogy Putin most teljes támadást indított, ugye most ez a beszélgetés, nem tudom, elmondhatjuk, hogy ez kedden délután van, felvételről megy. Most ugye egy hatalmas nagy offenzívát indított. Ha jól látom, nem nagyon kevés a civil áldozat. Ha jól látom, nem tudom ez. Igen, én is ezzel találkoztam, tehát hogy ahhoz képest, amilyen haderőt mozgósított, ahhoz képest ez egy, ha lehet mondani, akkor visszafogott támadás, de egyértelmű támadás. Hát agresszió, tehát ez minden szempontból agressziónak számít. Nem lehet kimosdatni Putyin, tehát ez elég egyértelmű. Hát mégiscsak megtámadott egy szuverén országot, tehát ezt én nem tudom, hogyan lesz, és ugye most már rengeteg szankciót vezettek be ellene, de találkoztam szintén egy magyar bácsi, azt mondja, én még szolgáltam a nagy szovjet hadseregben, engem bizony Üzbegisztánba vittek el, hát oda olyan hosszú vonatok mentek be telerakva arannyal, ennek az Oroszországnak annyi aranytartaléka van, el se tudjuk képzelni. Igazából tesznek rá, hogy milyen bankrendszert állítanak le. Valószínű, nem így van, de ebbe is van igazság. Másodszor még egyszer mondom, Európa nagy többsége azért orosz gázzal fűt. Tehát itt én nem tudom, meddig lehet Oroszországgal keménykedni, de most akkor mindenki válpával fog fűteni, vagy nem nagyon látom, hogy mi lesz a megoldás. Most küldenek is fegyvert, meg nem is, van, aki vadászgépet küld, van, aki rakétákat, rakétapáncélelhárító, stb. De hát óriási a különbség az orosz és az ukrán hadsereg között, méretekben, légszámban, stb. Ez nagyon, nagyon nagy a különbség. Hallottak-e a Ukrajnából érkezők arról, hogy voltak itt, akik Magyarországon azzal vádolták meg őket, hogy igazából szavazatturisták voltak már 4 évvel ezelőtt, és most pedig felhasználva ezt a válsághelyzetet már tömegével jönnek, hogy egyáltalán ezek az elképesztő vádak, vádaskodások, méltatlan állítások eljutnak hozzájuk, vagy ezek csak itt a belpolitikai szénának szólnak? Őszintén mondom, Peti, olvastam ilyen hírt, de itthoni belpolitikai rovatban. És amikor én kim voltam, és minden nap forgattam, és dolgoztam napi 16 órát, nem panaszképpen mondom, csak mondom, hogy folyamatosan velük voltam, semmilyenről nincsen szó. Tehát, dehogy is, ez nem kérdés, meg nem is foglalkozik senki ennel. Tehát valaki azért jön, mert itt él, itt dolgozik, vagy azért jön, mert menekül a háború elől, vagy azért jön, mert próbál magyar útlevelet szerezni. De a kalappal egyébként annyit hagy mondjak el, a konzulátus képzeld, ezt szombat-vasárnap is dolgoznak, és hosszú tömös sorokban állnak a magyarok. Tipikus eset, anyukának, apukának megvan a magyar útlevél, a gyereknek meg nem csináltattak, nem foglalkoztak vele. Mert amikor kimentek Magyarországra, vagy jöttek Magyarországra, egyébként úgy mondják, hogy kimennek Magyarországra, akkor ugye lehetett menni az ukránnal, de most meg nem lehet az ukránnal. És most hirtelen kell csináltatni útlevelet. Mindenki azt mondta, hogy nagyon jó fejek a konzulátuson, mindenki nagyon segítők, és túlóráznak, gőzerővel gyártják a papírokat, és szörnyű volt hallani a kontrasztot, hogy azt mesélik, hogy közben az ukrán belbiztonság meg kihallgatja, meg szétszedi a kocsikat, megfogadják őket, miért van útlevelet, van-e útlevelet, te is állok, kettős állampolgár, szóval basszus kulcs, nem szégyelik magukat. Tehát így megzárni a magyarokat, hát, na mint, ja, és akkor mesélik, hogy kamerával figyelik, hogy ki megy be a konzulátusra, hogy ki csinálta útlevelet. Ajjaj, Péter, hát azért nyomd a festéket, nem tűrő szavak jutnak ilyenkor eszembe, hogy így bántják. És egy nagyon pici kisebbségről beszélünk, egy 40-44 milliós országban 150 ezer magyarról beszélünk, de mondom, szerintem már nincsenek annyian. Hát ebbe a kettős présben ez érthető. Novák Andrés, nagyon köszönöm az előző percekben, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm, hogy elmondtad a tapasztalataidat. Jó pihenés neked, és hát reméljük, hogy haditudósítóként nem kell egy következő körre visszamenned, de ha esetleg mégis így lenne, akkor pedig vigyázz magadra. Fogsz hallani, Peti, úgyis beszélünk mindenképpen, és fogsz hallani, tudsz róla. Jó, tartjuk a kapcsolatot mindenképpen. Köszönöm szépen. Köszönöm, szervusz. Szia.